Csak úgy, mint a 6 pontos szekszári győzelemmel végződő első meccsen, a fővárosi NKFCM csata odahaza is a Közszolgálati Egyetem csarnokában nehezen adta meg magát. A Szekszárdról még télen elküldött Jovanovics, aki a csatához került, felettébb motivált és ponterős is volt, 20 pontot tett a közösbe, de mellette Leli Kréka és az irányító Horváth Bernadett tűnt ki a csapatból. A palánk alatt pedig Barnai Judit szorgoskodott Mekkó mellett. Megint a harmadik játékrész közepéig tartott ki a csata ellenállása. Mekkó blokkolt, labdát szerzett, büntetőket dobott, eredményes volt. Dojkic Gereben pedig hozta a magyar különítményben az egyéni pusszokat. Ez a két játékos 30 pontot tett be a közösbe. Barnai korai kipontozódásával a palánk alatti játékban is a 9 ponttal 72-63-ra nyerő KSC került fölénybe. A fiatal magyar játékos nélkül ők biztos ezt fognak maximálisan kihasználni, és teljesen másról fognak játszani, mint alap szakhozban, de ezzel később fogunk foglalkozni. A szakvezetés úgy érzi, az ötödik helyért zajló Cegléd elleni szezonzáró mérkőzéseken is minimum erre a teljesítményre, de még jobbra lesz szükség. Tekintettel arra, hogy ezúttal már egyel több légióst is pályára küldhet az alföldi csapat a szabályok értelmében. Tényleg ma, hogy mondom, hogy voltunk egész szezonban csapatként, jól játszottunk, mindenki tette valami pályán. Szerintem lányoknak is mondtam tegnap utolsó edzésen, hogy úgy kell nézni ki ez a szezon, hogy még mindig van lehetősége fejlődni, és úgy hozzáállnak az egésznek, amit valahol szurkoló is úgy tettek, mert ezzel is, ha nem harcolunk döntő bejutásért ebbe az erős bajnokságban, ők álltak ma mellettünk, mögöttünk, és annyi sokan jöttek itt Budapesten, ez legjobban mutatja, milyen klub. Lesz ugyanis 4 napja a KSC-nek, hogy a Cegléd elleni első meccsre, amit Szekszárdon rendeznek, felkészüljön. A tét nem kisebb, mint az 5. hely megszerzése, ami még nemzetközi kupa szereplésre jogosít, márpedig a Szekszárnak ez az egyik legfontosabb célja.